Krekó Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hogyha egyetért velem, akkor ne csak a Jobbikban való eseményeket nézzük, hanem nézzük az LMP-t is, nézzük a DK megmozdulásait, nézzük az MSZP-t is, nézzük az ellenzéki oldalt. Mert hogy érdekes irányba indultak el, például a Jobbik és az LMP-ből Schiffer András, ez a bizonyos parlamenten kívüli politizálás. Ez lehet a nyerő, tehát mindenki fideszesedni akar. Nem hiszem, hogy egyébként Schiffer András esetében ez az igazi indok. A Jobbiknál már nagyobb esélyt látok rá, hogy egy ilyen mintát már láttak Orbán Viktortól és a Fidesztől, hogy akkor így kell pártot építeni, nem ott a parlament pacsorai között. Ez az igazi magyarázata? Vona Gábor utóbbi pár évben végrehajtott politikai manőverei szinte egy az egyben úgy tűnik, hogy Orbán Viktor manővereinek a lemásolása. Vona el is mondta teljesen nyíltan egy interjúban, hogy ő egyetlen modellt lát a magyar politikai életben, és az Orbán Viktor. És ha megnézzük azt, hogy most milyen változások... De ez még korábban volt, ezt itt említett az egyenes beszédben, hogy most előszeretettel hivatkozik mindenki ezt erre, de... Tavaly novemberben, tudom. Hát igen, tehát hogy azért annyira korán talán... Nem, tehát nem évtizedekkel ezelőtt, de azt mondta, hogy ez egy más... Tehát, hogy megkérdezték, hogy Orbán Viktort démonizálni akarja-e, tehát hogy csak ellenségkép, és azt mondta, hogy nem, hát ő le inkább tanulni kell. De akkor ezt ő egy konkrét kérdésre válaszolt, tehát itt mondta az egyenes beszéd, pár nappal ezelőtt azért elevenítem fel, tehát hogy akkor a konkrét kérdésre válaszolt ezt, és nem azért, hogy nekem Orbán Viktor a példaképem, és örökre az ő forgatókönyvet akarom megvalósítani, tehát hogy nem így értette. Hát nyilvánvalóan tehát nem szeretném még egyszer azt megismételni, ez egyik politikusnak se jó, hogyha úgy tűnik, mintha valaki másnak lenne a másolata, és ezt nyilván el akarja kerülni, de hogyha megnézzük a konkrét mozgásokat. Egyrésztről ugyebár amit most nagy léptékekben a Jobbik végre szeretne hajtani, az végül is egy néppárti fordulat, egy jobboldali néppártá akar válni a Jobbik, egy radikális nacionalista pártból. A Fidesz hasonló fordulatot hajtott végre a 90-es évek elején, csak egy radikális, liberális pártból vált egy jobboldali néppártá. Ehhez mi kellett? Kellett egy nagyon erős centralizáció, a pártszervezetet úgy átalakítani, hogy sokkal inkább alkalmas legyen arra, hogy egy személy vezesse, és a tagságnak kisebb beleszólása legyen. Ez egy hosszabb folyamat volt nyilván a Fideszben, tehát ez nem a 90-es évek elején zajlott le, mondjuk olyan a 2000-es évek közepére tökéletesedett szinte ez a rendszer, és ezen kívül szükség volt arra is, hogy azokat, akik egyébként a pártnak ezzel az irányulával nem nagyon értenek egyet, azokat hát úgy finoman vagy kevésbé finoman, de távozásra bírja a pártvezetés. És én azt hiszem, hogy ennek vagyunk itt egyébként a tanúi, a Jobbik esetében is. Ami egy jelentős különbség, hogy Vona Gábor szeretne olyan erős vezetője lenni a Jobbiknak, mint amennyire Orbán Viktor a Fidesznek, de hát jelenleg még biztos, hogy nem az. És az, hogy például nagyon komoly kompromisszumokra kényszerült, hogy Volner Jánost, aki az egyik legfőbb ellenlábasa, kénytelen volt kinevezni... Volner János a legfőbb ellenlábasa? Hát az egyik legfőbb, azért mondhatjuk. Tehát, hogy korábban azért erről sokat lehetett olvasni, hallani, hogy Volnernek van egy saját építkezése, egyfajta alternatívájaként szeretne megjelenni Vona Gábornak, sőt, nem teljesen titok, hogy voltak elnöki ambíciói is, mármint pártelnökiek, és azzal tudta leszerelni Vona Gábor, hogy adta neki a frakcióvezetését, tehát a frakcióvezetés az egyik legfontosabb funkció, a frakcióvezetője dönt például nagyon komoly pénzeknek az elosztásáról, bizonyos helyzetekben talán még komolyabb pénzeknek az elosztásáról, mint maga a pártelnök, tehát az irány szerintem egy az egyben ugyanaz, mint a Fidesz iránya, nemzeti konzultációt hirdet, ugyebár a Jobbik, ennek két témája az egészségügy és az oktatás, ott van még a korrupció, de mintha valahonnan ez is ismerős lenne. Szerintem a kotta az adott, ettől függetlenül még lehet sikeres a politika. Magyarországon szerintem a sikeres politikához nem feltétlenül kell innováció, de
De kérdés az, hogy ebben a megváltozott politikai környezetben, amikor a Jobbik elvesztette a lendületét, főleg a menekültválság kezdete óta, és amikor ilyen komoly belső ellentétek vannak, ez sikeres lehet. De miben kaphat lendületre? Tehát mi hozhat lendületet a Jobbiknak? Hát a Jobbik egyértelműen abba bízik, hogy maga a korrupció, tehát a korrupciós botrányok. Ez vált talán a fő üzenetévé a Jobbiknak, ez valamennyire kényszer is, hiszen még továbbra is arról van szó, hogy a választók szakpolitikai kérdésekben kevésbé látják kompetensnek a Jobbikot, viszont amiatt, mert hogy soha nem volt még kormányon, ezért jóra tőle inkább feltételezik a választók, hogy kevésbé lesz korrupt. Én azt gondolom, hogy alapvetően meg tud erősödni a Jobbik, az főképpen attól függ, hogy a menekült válság az mennyire uralja majd a politikai napirendet az elkövetkező időszakban. Mert ez a Fidesznek hoz, és ez egyébként egy nagyon érdekes jelenség, ilyet egész Európában szinte sehol máshol nem látunk. Egész Európában arról van szó, hogy a szélsőjobboldali pártok azok, akik a leginkább próbálják a menekült válság kérdését napirenden tartani, ők profitálnak belőle, és a politikai középnek a pártjai pedig gyengülnek. Láthattuk ezt itt a szomszédba, Ausztriába például. Magyarországon éppen az ellenkező a helyzet. A menekült válságot olyan hatékonyan kezelte politikailag a Fidesz, hogy egyedül ő tudott belőle profitálni, és a Jobbiknak pedig csökkent a népszerűsége. Hát mert annak nagyobb lehetősége van bármiből profitálni, aki kormányon van. Hát Ausztriában is ebből a logikából kiindulva a kormány oldal nagyot profitálhatott volna. A menekült válságban is éppen az ellenkezője történt Németországban. Ugyanígy a legtöbb európai országban inkább csökkent a kormány oldalnak a támogatottsága. Nálunk szerintem az a nagyon kemény és az európai mainstream-en is szembe menő pozíció, és a falépítés, ami egyébként hatékonynak bizonyult, ezek lehettek azok, amik a Fidesznek rendkívül népszerűséget biztosítottak, még ha csak átmenetileg is, de ebben az időszakban. Ha ez marad hosszú távon, akkor ez a Fidesznek kedvez, és akkor a Jobbiknak nem. Ha ez nem marad, és mégsem lehet folyamatosan népszavazás ide vagy oda meglovagolni ezt a témát, akkor a Jobbik magával a korrupcióval, azzal milyen, de hogy van téma, az nem kérdés, de hogy mivel tud többet nyújtani, adni a választópolgároknak, mint a többi ellenzéki párt, amely ugyanúgy felemlegeti a korrupciós ügyeket? Semmivel. Akcióban semmivel, pozícióban azzal, hogy még soha nem volt kormányon. A baloldali pártokat úgy általában... Még nem kormányoztam, még nem loptam, ennyi elég. Pontosan, gyakorlatilag ennyi ebben a helyzetben elég. Másoldalról azt is mutatják egyébként a kutatások, hogy a választók olyan szinten beáraszták már a korrupciót a politikusok észlelésnél, hogy úgy tartják, hogy minden politikai párt és minden politikai szereplő szinte korrupt. Tehát ennek már kisebb a hatása, mint korábban. De volt már olyan érdekes időszak, főleg egyébként a kitiltási botrányok idején, amikor egyébként a Jobbik, a korrupció az nagyon erősen napirenden volt, a Jobbik nem is beszélt róla gyakorlatilag egyáltalán, és mégis az egyetlen párt, amelyik abban az időszakban, tehát ez 2014-2015-ről beszélünk, ebben az időszakban profitálni tudott a gyakorlatilag amiatt, mert nem is kellett semmit mondania, de a választók leginkább oda pártoltak át a Fidesztől, egyszerűen amiatt, mert a legkevésbé korruptnak látott párt jelenleg a releváns politikai erők közül a Jobbik. Akkor legközelebb folytatjuk, hogy jelen helyzetben mivel tud előrukkolni a többi ellenzéki párt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.